Rendkívüli ülést tartott ma a város képviselőtestülete, amelyen beszámoltak arról, hogy elkezdték a hagymatikum gyógyfürdő gazdasági formájának átalakítását. Korábbi ülésén döntött arról a grémium, hogy KFT helyett részvénytársaságként működik majd a hagymatikum. Július 11-i testületülése elfogadta azt az ütemtervet, amely ennek a ütemezését meghatározza. A cél az, hogy az átalakulás az év végével december 31-re január 1-i fordulónappal megtörténhessen. Cirbus Gábor alpolgármester csütörtökön tájékoztatót tartott a fürdő dolgozóinak az átalakulásról. Megnyugtattak mindenkit, senkit nem küldenek el, mindenkinek marad úgy a munkaszerződése, ahogy korábban aláírták. Elmondtuk, hogy miért szükséges ezt a lépést meghozni. Mindenkit megnyugtattunk azzal kapcsolatban, hogy senkinek az állását ez nem veszélyezteti. A munkavállalói jogaik nem fognak a dolgozóknak sérülni. Legfőképp ez a probléma kör érdekelte a dolgozókat. Megnyugtattuk őket, hogy semmi nem negatív hatása nem lesz a fürdőre, az, hogyha az ERTV alakul át. A testületi ülésen emellett döntöttek a város vízhálózati fejlesztésének átütemezéséről, valamint új nevet kaptak a Marosparton lévő eddig névtelen utcák.